29. kérdez, felelek rész, pörgünk, mint az állat, halad az egész előre. Még egy-két ilyen kérdez, felelek van, a már régon, nagyon 1000 évvel ezelőtt beérkezett kérdések, úgyhogy ne küldjetek többet, mert nem tudok többet feldolgozni, mert mire ez a videó lemegy, én már rég való tesztelgetek, motorokat csinálok, stb. Úgyhogy nem motorokat csinálok, hanem motorteszteket csinálok, úgyhogy most egyelőre fel van függesztve ez a kérdezfelek videó gyártás, majd valamikor nem tudom, hogy lesz idő a nyár folyamán, bár arra kicsi esélyt látok, vagy a télen esetlegesen előveszem újra ezeket a témákat és felpörgetem, mert brutál. Köszönöm szépen egyébként mindenkinek a bizalmat, hogy ennyi kérdést küldtök, de most már annyi jött konkrétan, hogy már kiválogatni, feldolgozni is éjszakákba kellett bele melózzak, mert százasával jöttek a kérdések. Azt gondolom, hogyha néztétek a sorozatot, és kérdések merülnek fel, hogyha olyan egyedi technikai jellegű kérdés, azt szerelő fogja tudni megmondani. Mit, hol vegyek elő ki kérdést? Google tudja megmondani. Milyen motort vegyek? Azt a motoros boltos, ruházati boltos tudja eladó venni. 180 vagyok és 75 kiló, milyen motorról ér le a lábam? Azt a motorkereskedő tudja neked megmondani, meg te tudod kipróbálni a motort, úgyhogy általában is az ilyen jellegű kérdések ilyen válaszokat fog tudni adni. Akkor mostani témánk pedig, kérlek szépen, technikai jellegű kérdések jönnek. Jánoska Szabolcs, szia Dodor! Olajcserével kapcsolatban érdekelne a véleményed. Jelenleg egy 1200-as GS-t hajtanék, de szezon végén addig húztam az időt, hogy már nem győztem az olajcserét. Nem győzted? Vagy nem csináltad meg? Ezt én úgy értem. Írja is a fedélzeti számítógép becsülettel, hogy az éves periódus lejárt, de a 10.000 kilométerig maradt még 6.000. Ha megnyugszik a jelenlegi helyzet, mindenképp viszem majd őt, de addig szerinted árthatok a motornak, ha ráfutok még pár száz kilométert? Nem, használd nyugodtan. Szalontai Dominik, szia Dodor, lenne egy olyan kérdésem, hogy te mit gondolsz ezekről a csoda füldugókról, amikért elkérnek akár 10-20 ezeret, lehet csak nekem túl érzékeny a fülem a szélzajra, főleg utasként nagyon zavaró tud lenni, hosszú távon például elpályán motoszép füldugó, előre is köszön a választ. Hát figyelj, azért a szélzajhoz hozzátartozik az is, hogy jó sisakod van egyébként, főleg utasként, tehát nem is kapsz direktbe szelet. Tehát azért nem is értem, hogy milyen jellegű sisakodva, hogy olyan elviselhetetlen a szélzaj. Az érdekes kérdés. Nem tudom, én ritkán használok, tudod, milyen gyógyszertáros 200 forintos füldugót szoktam használni. Besodrom, beteszem, aztán nekem még az is olyan sokat tompít, hogy még zavaró is az a túl nagy tompaság, amit olyankor nem hallok. Mácsai László, szia, vettem egy Kawa Z750S-et, Michelin Pilot Power Pilot 3 gumikkal, a hátsó lassan kopásjelző lesz. Ez a gumi 42-45 ezer, szóval nem olcsó. Kérdésem, mi van, ha hátulra más típus rakok fel, vagy csak sima Power-t, az is olcsóbb 12-13 ezerrel használt gumival, szerinted érdemes próbálkozni? Erre tudod, mit tudok mondani? Majom, banán. Ez ilyen ez a popszakma, ez pénzbe kerül. A drága gumi nem attól drága, hogy drága, hanem attól, hogy valamit tud. Tapadási tényező, de azért van a különböző típusok. Nem tudom, hogy vezetsz. Tehát mondjam azt, hogy vegyél olcsó gumit, vegyél használtat, az belesebb az meg az árokba, akkor azt mondod, hogy én mondtam a fasságot. Meg hát vezetéstechnika. Tehát az, hogy vezetsz egy motor, tehát a guminak a tapadás határait ki lehet nőni. Tehát mondhatnám azt, hogy persze vedd meg az olcsó gumit, de nem tudom, hogy vezetsz. Érted? Szóval nem tudom. Bárány Roland, szia Dodor, nézem a kérdezfelek videót, és lenne egy kérdésem, mondanál pár szót a megfelelő gumonyomás? Egy 600-as banditról ültem át egy 1000-es SVN-re, tudom, a kettő nem egy kategória, az elején nagyon instabilnak éreztem, lobogott a kanyarban. De még így is jobb, mint a bandit, új Michelin Power RS gumikat kapott, egy szerelő barátommal átnéztük, keményítettünk az első hátsó futóművön, mert hála Istennek állítható. Sokat javult, de még mindig csúszott a hátulja, gondoltam a guminyomásra, én azt hittem, hogy túl van fújva, de kiderült, hogy lapos, 2,2 volt benne. Mennyi lehet a jó nyomás? Mik a tünetei, ha lapos és ha túl van fújva? Előre is köszi a választ. Köszönöm, mert így sokat tanultam videóidból. Megint csak ugyanazt tudom neked is mondani, mint az előző embernek, hogy a vezetéstechnikán múlik első körben, hogy egy motor gumia csúszós vagy nem. Tehát most azért a 2 egész... Na, ki az és mit akar? Na bocs, de megint belecsörögtek, és hol tartottam? Ott tartottam, hogy a vezetéstechnika az, ami a legtöbb
változást vagy fejlődést tudja neked okozni, hogy egy gumi az hogy használható, hogy nem. Igen, az, hogy most például a guminyomás mondjuk 2,12,24,587 millió mod, érted? Nem ezen fog múlni első körben. Kanyarítás képzésen meg tudjuk ezt konkrétan a gyakorlatban ki tudjuk szűrni azt, hogy neked mi a problémád, de azt, hogy mi a tünetei, ha túllapos, melyik az eleje, hátulja az eleje, túllapos, akkor nem akar fordulni a motor, majd hirtelen bebillen is lehet, hogy el is esel. Hogyha a hátulja túllapos, akkor is akar fordulni a motor. Ha túl kemény, akkor csúszik. Meg pattog. Meg rezonál. Tamás Ádám, hello Dodor, most néztem meg a kérdezfelek 17. részét, és lenne egy kérdésem, engem nagyon érdekel a Multistrada 1260, mivel következő motoromnak nagyon esélyes, de egyetlen dolog, ami visszatart, az, hogy olvastam róla, hogy irgalmatlanul drága a fenntartása, gondolok itt a kopófogyó alkatrészek periódikus cseréről. A kérésem az lenne, hogy meg tudnád érdeklődni körülbelül mennyibe kerülhet, sokkal drágább, mint az S1000XR vagy a Versys 1000, és valamilyen úton módon közölni valam, akár videóban, akár egy privátban. Válaszolj előre, és kösz. Szekta. Folytatódik, mi? Tehát komolyan mondom, szektás kérdés, hogy előre most így mondjam meg, hogy a te felhasználási módod mellett egy Ducati Multistrada 1260 fenntartási költsége az drágább be, mint bárki más, egy random motoros, egy S1000XR. Tehát érted a kérdésnek a megválaszolhatatlanságát? Jelenlegi motorom egy CBF 600, de már nagyon megérett a cserére, főleg a magassága miatt, 207 vagyok és 104 kg, az első motorom közel 6 éve megvan, eddig nagyon jól kiszolgált, de már úgy érzem, hogy kell egy magasabb építés, és 80 lóerő és kevés. Már régóta követem videót, királyos stílusot, hogy kíváncsiak a mostani válaszomat, megkapom, akkor is azt mondod. Már nagyon várom az erdélyi kanyarodás képzést. Ja, hogy te még Erdély vagy? Hát az, figyelj, hogy nyúlik bele az egész szezonban, nem tudok rá mondani semmit. Figyelj, hogyha azt mondom neked egyébként, hogyha már mondjuk ilyen japán motoron indultál, és hozzá vagy szokva a japán motoroknak a finomságához, akkor miért nem maradsz ezen a vonalon, és miért nem veszel egy Versys-t? És akkor ugyanazt a fajta szintet kapod meg, hogy legalább a japán kategóriánál maradtál, és ahhoz vagy szokva. És akkor nem kell azt mondanod, hogy foson rettegsz, hogy most egy Ducati drága lesz, vagy nem lesz drága. Sok mindenem múlik, nem csak az, hogy most a gyárba kitolják, és tönkre megy a napon, érted? Hanem hogy használod. De most nem tudom. Megint szektás kérdés ez, hogy ilyen megválaszolhatatlan. Szabó Bence, Ali meg Hó. Az előző kérdésem az volt, hogy mi a véleményed a Sor 4 250-ről, hallgattam rád a kínálat tetejéről, választottam egy szépnek álló darabot, majd kiderült, hogy karbi sziloplasztal volt megcsinálva. Ó, bazd. Választás előtt állok, hiszen nagyon tetszett azon a 400 kilométeren, amíg ment. Az lenne a kérdésem, szerinted megcsináltassam, vagy visszaadjam? Te meg bíznál egy olyan motor, aminek ilyen szerelési megoldási vannak? De mi az, hogy visszaadjad? Hova? Vagy hogy elad? Mert idézőjelbe tetted, hogy visszaad, hogy visszaveszi? Nem értem ezeket a kifejezéseket, hogy mire gondol az, aki írja. Megcsináltassad. Hát figyelj, most bármilyen használt motort veszel, előbb-utóbb lesz baja, de hát nyilván, hogyha azt mondtad, hogy szépnek árul darabot, de hát akkor most, ha szépnek volt árulva, jó, hát nyilván nem lehet, ezt mondom mindig, használt motorban azért nem lehet belelátni, tehát most mit mondjak? Megbíznék, hogy a motorban ilyen szerelési megoldásai vannak? Hát nyilván vidd el egy szerelőhöz, mi nézd át, akkor alaposabban a motort. Ha már egyszer megvetted és elkezdted összenőni vele, meg stb. Akkor tetesd rendbe, ezt a motorozd élvezd. Motorozd el, most veszel egy másik szart, ugyanígy gyársz. Tehát most nem lehet belelátni, nem lehet azt mondani. Szia, a kérdésem lenne, vettem Suzuki GSX-R 750 K7, jelenleg Pirelli, ja igen, Benám Kazevi, kis tudom mondani nevedet, mert ez valami Kazaeihravi. Valahonnan sejtem, hogy külföldről. Vettem egy Suzuki GSX-R 750 K7, jelenleg Pirelli Rosso 3 van rajta, de vásárlás után mentem motorozni egy órát, és így néz ki, mi lehet a baj? Guminyomás, ha igen, menni kell? Guminyomás, ha igen, menni kell? Azt nem értem ezt a kérdést. Utcán használom. Hát faszányosan néz ki ez a gumi, én satszolok, hogy itt a futóműve beállítása lesz probléma, hogy ez itt lehet, hogy elpattog, és ahogy leér, így darabokba tépi ki a gumit. Nem erre mondják azt, hogy a legszebb gumikopási kép. Vidd el valami futóműves az először. Aztán meglátod utána, hogy de ez kurva szarul néz ki, valóban. Nem a gumi hibája. Bodi Péter, szia! Motortechnika, motoros öltözet. A kérdésem az lenne, hogy egy Scorpion EXO 1400 Carbon, vagy EXO 2000, melyiket érdemes választani? Hát mire akarod, mert az EXO 4000-ben van napszemüveg, az EXO 2000-ben meg nincs, mert az versenypályás bukósisaknak szánták, nem ilyen túra sisakhoz. Hát amelyik most innentől kezdve neked
milyen igényed van. Legyen benne beépített napszemcsi, vagy nem. Gergely, Tomi, szia! Ezt nem kell videóba tenni, csak kérdezzek. Hát most már benn vagy. Pár hónapja kérdeztelek, hogy szerinted mire számíthatok, ha két foggal kisebbet teszek előre egy 2000-es évjáratú Yamaha Fazer 600-nál, és hátul gyári marad, idézlek, nem fog kopni az első gumid. Sokat javult, de nem vészes. Ha hátra tettem volna kettővel nagyobbat, nagyobb lenne a különbség? Nem. Nem, mert hogyha hátra teszel, ha előre egyel kisebbet teszel, az cirka majdnem olyan, mint a hárommal tennél nagyobbat hátulra. Ez kurva könnyen ki lehet arányítani, mert ha mondjuk 15, most elméleti számokat mondok, lehet, hogy általában a motorokon nem ilyen fogszám van, hanem mondjuk 16-42, tehát ez majdnem háromszoros szorzó, tehát cirka majdnem, hogyha előről elveszel egyet, hogy 16-ból 15, az olyan, mint a 42-t 45-öt tenni, érted? Tehát majdnem ugyanaz, ugyanazt a hatást éred el hátul hárommal nagyobbal, mint elől egyel kisebbel. Nagy, cirka. Úgyhogy, tehát az, hogy ha hátulra kettővel nagyobbat teszel, az olyan, mint a kétharmad foggal. Tehát a kettővel tetti kisebbet előre, az kurva brutál tud lenni, mert az olyan, mint az egyel kisebb előre, hárommal nagyobb hátra. Tehát azt mondod, hogy sokat javult, nem vészes, hát azért annak az jelentős változás kell, hogy legyen. Szarka Zoltán, szia! Hogyha még nem emeli az elejét, akkor nem húzod a gázt. Rendesen. Szarka Zoltán, szia! Milyen sisak márkát ajánlanál? Szekta. Ami biztonságos, stabil, strapabíró és kevésbé szakad le a fejed benne. Válaszod előre is, kösz. Szarka Zoli, ne szopass az ilyen kérdésekkel. Milyen márkát? Tehát nem láttad azokat a videóimat, pont arról beszélünk, hogy sosem beszélünk márkáról, hanem mindig fejformáról, kipróbálásról, stb. Melyik biztonságos? Hát az meg mindegyik. De szerencse kérdése, ha betonnak ütköző százzal, akkor nem éled túl. Stabil, strapabíró. Mi az, hogy stabil? Nem esik le a fejedre? Vagy mire gondoltak, gyerek? Kezdek átmenni, bazd meg ilyen 90-es évek Koltai Robert. Már fáj sokszor. 341. Ja nem, ez a nekem beszámol már. Már bazd meg. Az elmentett sorszámot mondom. Roland Csamu. Üdvözletem! Tudom, sok agyzsibbasztó kérdés érkezik. Honnan tudod? Mondom én, hogy ez szekta, hogy ezek megbeszélik egymással, amikor így írja, hogy tudod. Mi? Ez is annak minősül, de fogtam egy szeget, és az lenne a kérdésem, bár nem vagyok gumiszakértő, vagy nem, hogy én nem vagyok gumiszakértő, tudom, de nagyon... Hú, bazd meg, gyerekek. Se vesző, semmi, se ékezet, össze-vissza... De nagyobb a tapasztalatod, hogy ezt lehet foltozni, vagy inkább új gumi, előre is köszi a válaszod. Figyelj, nem vagyok gumista, most tényleg menjél egy gumiszerelőhöz, de motoros gumiszerelőhöz menjél, és lehet, hogy azt mondja, hogy figyelj, hajd a picsával, nem? Azt sem tudom, milyen motor van. Üdvözlete Roland az USA-ból. Lehet, hogy még az USA-sok azt mondják, hogy de figyelj, USA-ba vagy, ne szarozzál már, hát annyi pénzetek van, mint a szarbaz, meg vegyél egy új gumit, ezt meg dobd ki a picsával, de komolyan mondom, USA-ba, dollárba fürödtök. Juhász Lajos, hello! A konkrét kérdésem az, hogy a V4-es jobb döntés lenne, gondolom simában jár, egyenletesebb a nyomaték leadása, V2 nyersebb vada. És akkor most feltetted a kérdést magadnak, és meg is válaszoltad. Mehetünk tovább. Sándor Salai. Azt mondja, lánckán és olajozással kapcsolatban szeretném a véleményet kérni, grafitos zsírpré, vagy valamilyen zsírspré, vagy valamilyen olaj. Figyelj! Mindegy, csak legyen rajta. Isten igazából. Tehát én egyszer kipróbáltam azt, hogy mi van akkor, ha leszorom a láncápolást, egy gram semmit nem teszek rá, körülbelül, mit tudom én, szarszem a Honda Céber 900-ason volt, ha ápoltam a láncot, 20 000-et mentem el vele, ha nem, akkor 15-öt. Úgyhogy körülbelül 30%-kal lehet megtoldani 50-nel egy láncnak az élettartamát, de a lényeg az, hogy valami legyen rajta. Tehát nyilván, hogyha kitalálták már a sokféle kenés technológiai márkának megvan a lánc ápoló valamilyen, én nem hiszek ebbe, hogy ki mibe hisz, csak az olaj jó, csak a spray jó, az a jó, hogy legyen benne kenés. Az rendszeresen megtörténjen, legyen tisztítás, stb. Várjunk, a tisztításban sem annyira hiszek, mert a lánc kívül koszos, de nem ott kell fújni, hanem ott a görgők, ahol mennek, ott kell fújni. Mert sokan azt gondolják, hogy kívülről fújják a láncot, semmi értelme, mert egyszer csak egy láncfújó videót. Szia Dodor, követlek YouTube-on, hasznosak a videóit, kezdő vagyok, 3 szezon óta vagy jogsim motorra.
előtt a Simpson sikerült első motorként bekezdeni egy 98-as 600-as raddal. Mondanom sem kell, fejreállás lett belőle, főleg, hogy nem széria volt. Tuning elektronika plusz 750-esnek a kipufogó rendszere. Háromszor álltam vele fejre, összesen 15 000 km alatt. Ezután eladtam és vettem egy Yamaha YZF 600-at. Azt első nap törtem össze, te nagy kaszkadőr vagy, és utána még itt írod ezeket a dolgokat. Hallod, bármelyik hollywoodi film az ilyen embereket várja, hallod, az elpusztíthatatlanokat. Ezután akkor gondoltam, jó, csináljuk rendesen, kezdjük az elején. Szóval vettem egy 2007-es CBR 125R-t, ezzel már kb. 20 000 km-nél járok. Esés nélkül? Viszont ráférne egy blokkfelújítás, mert elég nagy a kartergáz képződése már, megérheti-e nagyobbra alakítani a blokkját? Kezdette is, beznek. Ne olvasd be, nevem a haverok kiröhögnének, pedig megérdemelnéd. Ami lemaradt, hogy elég vérszegénynek érzem a CBR-t, kb. 100-110-nél elfogy, akárhogy bújjak a plexi mögé. Hát mégis mit vártál be az meg egy 600-as rad után egy 125-ös szerencsétlen kategóriáról, hogy mennyit menjen? Hát persze, hogy elfogy 110-nél. Azért kezdő motor, érted? De most tényleg izét akarsz, nagyobb tuningolni akarsz egy 125-öt? Mi a bánatnak? Ha már egyszer ennyi pénzed volt, hogy ennyi féle motorod volt bazd meg, akkor miért nem veszel akkor egy következő lépcsőt? Vegyél egy Kawasaki izét 300-as ninja, érted? És akkor nem kell furugatni, tuningolni, hanem szériába faszán tudni fogja a dolgát. Ezek a tuningokkal az a baj, hogy amikor elkezdi valaki építeni, és ahogy mondjuk a tuningmester nincs a topon, akkor egy része jó lesz, azt sose lesz soha többet jó, és főleg utcára, meg mi a bánatnak, amikor inkább azt a pénzt, energiát megspórolva, inkább csak simán veszel egy motort, aztán kimegy a világból megint. Érted? Vagy az alapvető problémák lesznek vele, amit szervizeled, mész tovább, de ilyen kis motor tuningolni utcák közötti használatra szerintem kurvára fölösleges. Gyurica László, szia Dodor, mióta elhatároztam, hogy megcsinálom az A korlátlan jogsit és motort vezek, azóta követem az oldalat. Sokat tanulok a videódból, nagyon hasznosak, több kérdésem is. Össze lett jogsi, most egy 2007-es GS 500F-fel próbálok megtanulni motorozni, mert előtte csak 50 köbcentiméteres motorok volt dolgom, 1000 km-t menti, nem érzett soknak elsőre, nem az volt a célod, hogy egyből pengelégy, hanem hogy biztonságosan, de azért temposan közlekedj. Lehet, hogy jó választás volt első motornak, így tapasztalat nélkül? Szerintem igen. Mi a véleményed, jó lehet ez a típus tanulási célra? Szektás kérdés. Van egy motorod. Motorozni akarsz megtanulni. Akkor szerinted mivel lehet megtanulni motorozni, hanem motorral? Másik kérdés a motoromhoz. Amikor jól felmelegszik az olaj, néha nehezen veszi az egyest, főleg városban. Vettem észre, lámpánál állás után nemrég volt olajcsere. Második kuplungolásnál már gond nélkül veszi. Suzuki GSR 600-at csináltam a jogsit, az is csinált ilyet. Ez normális jelenség, mitől lehet? Lehet, hogy kopástól. Utolsó kérdés, a képzésedre lehet olyan csoportokat szervezni, ahol ilyen kisebb motorokkal jönnek és kevesebb tapasztalattal? Ezres motorok és rutinos motorosok között szerintem feszélyezve érezném magam. A képzés, mint ahogy minden egyes képzés videóban elmondtam, teljesen függetlenül mennek egymástól az edények. Jó, nézzétek el, ötödik videót csinálom, nem tudom hány órája pofázok. Az egyének, tehát az közlekedő edények, akik hozzám jönnek, azok teljesen függetlenül edénykednek ott egymáshoz képest. Úgyhogy tök mindegy, érted, hogy a 30 éves széttérdelt térdű utcai versenyző jön egy tegnap előtt jogosítványt letett emberrel, mert egymástól függetlenül egyesével jöttök el előttem, és tök mindegy, hogy ki hogy motorozik. Nincs kezdőcsoport, középhaladó-haladó, mert tök fölösleges, mert nincs közöttök egymáshoz a képzésen. Úgyhogy ezzel ne is dilemmázzál. Gyere, aztán veled fogok foglalkozni, amikor elmész előttem, meg a következővel fog foglalkozni. Úgyhogy ne feszélyezd magad. Meg alapvetően se gondolom egyébként, hogy a kezdőmotorosok mi a faszért feszélyezik magukat. Szerinted, aki nem régen volt a motoros, az is mindenki elkezdte valamikor. Úgyhogy nyugi, tehát ne foglalkozzatok senkivel, hogy néz rád, meg lenéz. Ez ilyen alapvető emberi tulajdonság, hogy egyik ember lenéz a másikat, nem kell az elkezdeni motorozni igazából. Engem totálnyan lenéznek. Mindig, ha annyi forintom lenne, ahányan lenéznek, az meg milliárdos lenni. Deák Miki, szia, bocsi, zavarlak, csak egy kérdés. A motoroknál mi számít sok kilométernek? Szektás kérdés. Autónál már sokan 200 000 km a haja égnek áll, motoroknál mi a határ? Én gyerekkoromban rengeteget motoroztam, mikor vizsgáztam, fater megtiltotta az akkori 250MZ-t, úgyhogy be kellett érnem kisebbel. Most már inkább négy kerékkel járok, szóval szívem megmozdul egy motor látán, gondolkodom. Szóval gondolom, érted mit ezek a válaszodat mi? Mit érzel? Ja, ezek a betűhiány, veszőhiány, tehát sokszor kurva nehezen olvasom ki. Na nem is érdekes.
Tehát mi az elfogadható kilométer? A legjobb a nulla. Motorszalomban, és az biztos, hogy nem használt előtted más, de az se biztos, mert ma volt ilyen sztori, de attól függetlenül, hogy mi a kúrosok kilométer, felhasználás függő. Nem tudok mást mondani, mint ezt már minden egyes videóban szerintem elmondtam. Elnézést a késői zavarásért, de olvastam egy dolgot, ami szerintem írtó nagy hülyeség. Mi az, hogy nagy nyomású tisztítóban nem lehet motort mosni, és hogy ez miatt meg se vennék, mert ott volt tisztítva a motor, ez megint olyan tipikus hülyeség, mint amivel bombázzák az embert az okosok. Hát a nagy nyomású mosóval, hogyha jól beleverett valaki a csatlakozókba, meg ide-oda-moda, azért annak is van egy tűrés határa, hogy esetlegesen belespriccelsz-e. Nem érdemes azért a kényesebb részeket nagy nyomásúval mosni. Az idomokat valaki lenyomja, meg a felnit, meg ilyesmit esetleg, de azt gondolom, nem tudom, én motort nagyon ritkán mosok nagy nyomásúval, mert szépen vödörrel, szivacsal, áztatgatva, áttörölgetve, mint amikor így kezdő csajod van, és azért még nem rúgott picsán azért az első egy héten, hanem csak szépen óvatosan bánsz vele. Érted? Tehát vannak azért olyan fajta motortípusok, hogy megküldöd magas nyomású mosóval, aztán az még nem indul el egy hétig, mert bázott rajta minden. De az, hogy most ezért nem vegyenek meg motort, hát ha működik a motor, akkor működik. Hardy. Hello Dodor, nevem Hardy Richard. Először is meg szeretném köszönni, hogy a videódat nézve sikerült eldöntenem, milyen motort is vegyek első nagyobb motornak. A választásom MT-07-re esett. Korábban a majd okosa húzom a gáz című csoportba tartoztam. Yamaha R6R. Egyelőre letettem róla. Remélem sokan mások is rájönnek erre, és sokkal észszerűbben döntenek és hallgatnak arra, aki mögött már van egy kis tapasztalat. A kérdésem a ruhához kapcsolódik. Nagy álmom az Alpine Stars egyrészes overall, de úgy gondolom, akkor még várhat az R6-tal együtt. Egy naked biker motorhoz milyen ruhát tanácsolsz? Most a Mugerész ruhákat nézem, arra is kényelmes az egyrészes overall. Köszönöm, válaszod előre is, tisztelt a Hardy Richard. Én is azt használok. Tehát itt van, látod, itt lóg, meg van még egy-két ilyenem, és a mostani most egy MT-07 állott, és az ezzel használom. Tehát tök nem motorstílus függő, hogy most nyilván hülyén néznék ki egy izével egy épített Harley Chopper egy pupos overallba, de egy naked bike, egy túrosportmotorra, egyrészes, kétrészes bőroverál bőven elmennek. Tehát így nevemet ne olvasd, kérlek! Szia Dodor, segítségedet szeretném kérni kormány szitálással kapcsolatban. Megnéztem a videódat róla, de az én esetem valamiért más. Adott egy 125-ös nagyobb testű robogó nagy plexivel az elején. Ha nem elég határozottan fogom a kormányt, hanem kicsit könnyebben, netán elengedem, először lassú, majd egyre erősödő szitálásba kezd. A jelenség sebességtől független. Csinálja 30-nál is és 100-nál is. Okozhatja a magas plexi, vagy más lehet a hiba. A kormánycsapágy nem lóg, azt néztem. Hát, hogyha 30-nál is okozott, nem hiszem, hogy a plexi a húda nagyon hat. Gumi, nézd meg a gumit, mert vannak olyan szutyok vagy kopott gumik, amik esetleg okozhatnak ilyen jelenséget. Meg kéne nézni, hogy mi a szitu mondjuk az első futómű olajjal, mondjuk, hogy volt-e szervizelve, mert az is csereperiódisus valamilyen szinten, mennyire kopott, mert nem írtad, hogy most ez egy 30 éves robogó, vagy egy 2 éves, elkopnak ezek a dolgok, és akkor szépen lassan esetleg mondjuk, nem tudom, hogy régóta van nálad, esteke a motorra, eltekeredett a váz rajta, ezer oka lehet. Meg az, hogy most azt mondod, hogy először kicsit citál azt a nagyon, az egy normál jelenség, ami elkezdem egy kicsit vibrálni, annak egyre nagyobb lesz, mert nyilván ott valami egyenes futási probléma van. Gál Ádám, szia Dodor, az lenne a kérdésem, hogy teszteltél-e már Yamaha R1 vagy R1M-et? Ha nem, tudnál készíteni róla egy tesztvideót? Csak kíváncsiságból nincs ás jogsim, mert meg szeretném hallgatni a te véleményedet is a motorról, mert nagyon tetszett, imádom videóidat. És a másik kérdésem is volt, az lenne a következő kérdésem, hogy egy 125-ös sportmotoron, Yamaha YZF-R 125 érezhető a lánckereket és légszűrőt sport légszűrőre cserélünk? Na, az R1-es kérdés, ha most a képzéseimben az idén lesznek ilyen motorok, akkor valószínűleg fogok velük menni, és hogyha ha jó állapotú, mert befejeztem ezt a szarállapú motorokkal való tesztelgetést, mert a múltkoritól én teljesen kikészültem, amikor ott volt az a szarláncos, meg csúszókuplungos motor, úgyhogy én ilyeneket nem fogok mutogatni. A képzésen olyan motoroknak, vagy embereknek a motoréről fogok videót csinálni, hogy nyilván megengedik, meg lesz rá idő, amik jó állapotban vannak, mert én szarállapú motorokra nem fogok felülni, ez biztos. Hát az, hogy a lánckereket és légszűrőt, sportlégszűrőt, az a légszűrő, sportlégszűrő ilyen kicsi motoron érezhető a különbség, azt nem tudom, a lánckereket valószínűleg előbb fogod megérezni. Zsolti,
Szia, bocs, hogy zavarlak, egy kérdésem lenne. Honda CBF 1000-2006-os motorom van, ha az első hátsó fékbetétet cserélek, ezzel is óvatosan az elején, vagy mindegy? Köszi, Zsolt. Persze, hogy óvatosan, még nincs bekopva. Most azt tudnod kell, hogy minden egyes féktárcsa előbb-utóbb hullámosra kopik. Tehát nincs olyan, ami kurva hosszan ugyanolyan sík marad, kicsit ilyen hullám lesz benne. És hát nyilván sokkal jobb, hogyha összekoptatod, meg azért be is kell járatni, mert kurva hamar meg lehet égetni mondjuk egy új fékbetétnek a felületét. Most beleteszed mondjuk egy itt van CBF 1000-be, megküldöd mondjuk 170-nel, bebaszod a féket mondjuk a zsírúj betétre, és megég a felülete. Meg lehet égetni a használt fékbetét felületet is, hogyha valaki túl sokat húzkodja és elüvegesedik a felület, az majd lekopik és megy tovább. Ilyenkor szoktak néha nyikorogni a fékbetétek, de persze érdemes egy kicsit járatni, fékezgetni, húzogatni, koptatni. Abszolút, igen. Ozsvár Ferlik, lenne egy kérdésem. Túra a motoros nadrágot keresek. Az a baj, szekrényben nézted? Na? Az a baj, hogy 198 cm vagyok, és a derék méret pedig 36. Na, egy kis hamupipőke derekad van. Na már ilyen nadrágot szinte lehetetlen. Mind rövid, vagy kétszer beleférek. Eddig farmerban nyomtam, amit én csináltattam magamnak, de mivel tervezem a hazautat júniusra, és figyeljetek, mondjuk ez azért nem szar, Omán, Emirátusok, Szaudi, Kuvait, Irán, Török, Bulgária, Románia és haza. És mikor? Június? Optimista vagy? Szerinted akkor még így átengednek ezeken az országokon? Főleg Iránon mondjuk. Gondolom arrafele néha esni fog az eső, szóval kell egy jó nadrág. Merre fog esni az eső? Nyáron? Júniusban? Touratech meg BMW gyárt ilyen méretben, de 997 euró, kicsit drágának tartom. Van ötletet, hol tudnék venni vagy csináltatni ilyet? Tehát olyan méreted van, ami lehetetlen, de ahol van, az nem áll, sokat kérnek érte, az egyébként olyan méretér, amit lehet, hogy az meg 10 000-ből egy ember, vagy 100 000-ből egy ember hord, hát azért kerül ennyibe, mert neked ilyen az alkatod. Tehát az, hogy most hol tudsz csináltatni Ománba ilyet, more? Nem tudom, nézted Ománba a Petőfi Sándor utcába, ott az öregné? Passz. Fórián Attila, szia! Ha lehet még egy kérdésem, mert már volt. Jó pár éve kezdtem 50-es váltós motoron. Ez egy mondhatni összeépített motor, és fordítva van benne a váltó, tehát fel az 1-es, és lefele 6-ig. Igen sokat mentem vele 6 év alatt, kétszer is megjártam Olaszországot, kb. 50-60 ezer kilométer. 50 köbcentivel. Ki mentél Olaszba? Kétszer. Honnan? Magyarország? Azt a kurva. Ez alatt igencsak beidegződött ez a fajta váltás, ehhez szoktam hozzá, nem csodálkozom rajta. Kicsit később a 250-es MZ-n majdnem visszaszoktam, de végül betoltam az árakba, mert kb. Egyforma volt a szerelés és a használat ideje. Utána 2 év, 125-ös robogó, 2 év kihagyás. Most frissiben van egy GS500-am, normális váltóval, de hiába, néha napja megállok, és igen gondolkodni kell, hogy merre kell mozdítsam a lábam. Kb. 50-ből egyszer rossz az irány gondolkodás nélkül váltok. A kérdésem egyértelmű, van-e valami ötleted erre, vagy csak az idő és a kilométerek tudják ezt a rossz beidegződést kioltani? Dodor függőség ellen valami? Kapcsolt ki a netet. Ez utóbbi a kérdés. Hát nyilván egy idő után visszaszoksz, tehát 7 centség biztos, ha majd 50-ből 49-szer jól váltasz, akkor az már egy jó irány. Nem lehet megfordítani a váltókarnál a kis bizbaszt, mert akkor visszatér a megszokott kis rendszered. Bősze Viktor, szia Dodor! Idén vásároltam meg első motoromat, egy 2002-es Honda CB600-as Hornetet. Gyárilag nincs rajtuk sebességfokozat kijelző. Szerinted érdemes rá utólag venni, vagy tanuljam meg érzése, illetve számoljam, hogy hányadikban vagyok, szuperek a videók, így tovább. Igazából nem olyan rossz az informatíva egyébként, amikor látod. Nem tudom még a proptechesek áron. prop-tech.hu, nézd meg, mert ők gyártottak is egyébként ilyet, amit ha jól tudom, még jól sejtem, talán még otthon is beszerelhet, hogy kapsz egy leírást, hogy mit, hova dugjál be, fölragasztod, azt onnantól ezzel látod a fokozatokat. Cseresnyi és Boton. Szia Dodor, biztos vagyok benne, hogy még nem mondod a kérdezz felek videókat. Erre nem egy mérget. Így hát az én kérdésem a motormosással kapcsolatos. Árthat a blokknak, a leömlőknek, vagy bármi másnak, ha egy üzemmeleg motort azonnal elkezdek mosni egy önkiszolgáló mosóban? Ilyenek már voltam szemtanúja, és kételkedtem a helyességében. Vagy inkább tartsak egy kis kávészünetet, mi alatt kicsit visszahűl? Tehát igazából nem azon van a hangsúly, hogy önkiszolgáló a mosó egyébként, ugye, mert ha nem te mosod hideg vízzel a meleg blokkot, akkor is szar. Természetesen kurvára nem lehet lemosni egy üzemmeleg blokkot, bazd meg, leslagozni. Hát tönkre teszel, tehát úgy szétreped a blokk meg a hirtelen hűléstől. Meg kell várni, hogy kicsit lehűl. Teljesen egyértelmű.
Naked motorról van szó, így nyilván sok vizet kap a blokk, eddig a kisvödör és kisrony kombót alkalmaztam, de elég baj is így a szűk helyeket lemosni. Tudom, a legtudik motormosás az, amikor két bombacsaj bikinibe beszappanozott testtel, a magukról levetett kis tangával mossák a vasat, de ahogyan mondani szoktad, maradjunk az észszerűség kereteik között. Ebben mi nem észszerű, amit most így felsoroltál, hát viccelsz? Persze, várd meg, amíg lehűl, hogyha levereted, bazd meg, mert csak szétkúrod a blokkot. Christensen András, szia Dodor, külföldön élek, megnéztem a webedet Sydney-be, itt olyan rendszer, hogy nulla tapasztalattal kb. 4 óra zárt pályás gyakorlás után megadták a tanulói jogsit, amivel max. 600 köbcentit és max. 50 lóerős motort lehet vezetni. Kissé elmebeteg a rendszer. Én azért inkább egy Kawa Z300-ot választottam, talán még ez is sok elsőre. Na de a kérdésem az, hogy hol lehet beállítani azt, hogy a kuplung fogáspontja kicsit behúzottabb állapotban legyen. Nekem kicsit fura, hogy lényegében a kar útjának csak az utolsó 30%-án működik, lehet, hogy így jó és szokjam meg így. A másik, hogy érdemes-e kormánygátlót tenni egy ilyen kezdő motorra, a jogsi max 90-et enged meg. Előre is köszönöm a segítséget, itt mástól nem tudok segítséget remélni. A Holt játék a tökéletes, annak beállítását megtaláltam, illetve nincs még 5000 km benne, nagyon megkímélt darab, ezért nem hiszem, hogy kuplung el lenne kopva, vagy ilyesmi. Hát most nincs előttem ez az E300, hogy ennek most milyen a... De hát igazából, hogy a nem is értem, mert azt mondom, nincs Holt játék, tehát hogyha teljesen a kis tekerentjük ki, nyomod oda, hogy a Holt játék mondjuk ilyen kis, mit tudom én, a karon érezhetően mondjuk ilyen 5 mm, akkor utána behúzod, és még nem emel ki a kuplung, mert hát a Bovden, ha megfeszül, akkor azonnal húznia, mozgatnia kéne a mechanikát. Tehát én ezt azért nem értem, hogy húzol 70%, itt már Bovden megy, és még mindig nem emel ki a kuplung. Ezt most így nagyon nehéz meghatározni, hogy ez miért van így. És azt olvasom ezt a érdekességet egyébként. Igen, azt kérdezi, kormánygátlót tenni egy kezdő motorra. Mindenbe tud citálni, érted? Tehát lehetnek különböző hatások, stb. Úgyhogy azt mondom, hogy az biztos, hogy nem ártasz vele. Tehát rosszabb irányba nem viszed el, teszel egy kormánygátlót, és az az érdekesség, hogy bele van írva a jogsiba, hogy 90-nel lehet csak menni. Majtényi Zoltán. Szia, lassági cségre lenne szükségem. A Kawasakihoz milyen kormánygátlót ajánlanál? 98-as kiadású ZX6R 600 köbcenti. Bármilyet, amihez találsz kompatibilis felfogatót. Ne kínait! Ez egy kívánság! Ne kínait! A többi bármi. Pozsonyi Zsolt. Szia Dodor, olyan kérdéssel fordulnék hozzád, hogy tudsz-e jó kipufogó szakembert az országban bármi reklám nélkül, csak én egyszerűen nem találok sehol. Te ma olyat gondolsz, aki kódtogat neked kipufogót? De miért nem veszel? Vagy gyártatni akarsz kipufogót? Te azért jártasabb vagy ezekben a dolgokban. Hát nem jártam egy kipufogó gyártó üzemben. Yamaha XC6N-re kéne kicsit határozottabb hangot varázsolni, mert a gyári dob elég halkacska. Hát miért nem veszel? Vásárolsz egy kipufogó gyártók által legyártott kipufogót? Miért gyártatsz? Nem értem ezt. Juhász Artur, egy megosztó kérdést szeretnék feltenni. ABS vagy non-ABS? Előnyök, hátrányok? Hátrány? Mi lenne a hátrány? Természetesen előnyei vannak az ABS-nek. Nem normál körülmények között van a legnagyobb előnye, hanem amikor szarabbá válnak a körülmények. Porosabb az út, csúszósabb az út, vagy esőben. Esőben, poros úton. Na akkor jön a legjobb, mert akkor hogy rágondolsz az ABS nélkül motoron a fékre, azt a dígyba az meg olyat esem, mint a nagykabát. Egyetlen egy hátrányát tudom, hogy én is utálok mondjuk, hogy nem lehet kikapcsolni mondjuk egy hátsó kerék ABS-t, mondjuk az ideális körülmények között, mert én szeretek kontrázni, hogy bebaszom a hátsó féket, és amikor piros lámpa, akkor szépen így csúsztatom. Az az egy az, ami engem zavar, de gondolkodom egy-két szemig, hogy tartósabban nálam van egy motor, akkor nem is mondok ilyet ki. Nem veszem ki a biztosítékot. Nem hallottátok ezt a mondatot? Nem mondtam ki. Tompa Sándor és Éva. Szia Dodor, egy ismerősömtől kapok egy ZZR600-as kavát. Szeretnék tőle tanácsot kérni, mivel tapasztalt vagy ezekben a témákban. Milyen motoros ruhát válasszak hozzá? Textil vagy bőr? Most azt is megmondjam, hogy tök főzeléket egy év vacsorára, vagy rántott húst? Tehát az kb. Ezt majd te fogod tudni eldönteni, ezt nem tudom. Motoros csizmát vagy cipőt? Csizmát, more. Lenne még más kérdésem. Kérlek, segíts ebben. Ez a motor éveket állt, mert sajnos, ez nem érdekes. Mit érdemes kicserélni pár év állás után? Szűrőket, olajat, aksit, láncot. Fel is soroltad? Nyilván akkor, hogyha kell.
Aksit, hát hogyha nem indul, meg szar az aksi, akkor igen. Láncot, hogyha tönkre ment, rozsdás, megnyúlt, akkor igen. Mi a véleményed? Egyébként nagyon tetszett az olajcserés videót. Ha esetleg készítenél ilyet lánccserével, fék olajcserével, az is nagyszerű lenne. Egyőre ebben kérem a tanácsodat, jut még eszembe valami, írok, ha nem gond. Hát, most mit mondjak? Hogy mit cseréljék ki? Azokat a dolgokat cseréld ki, amiket muszáj kicserélni rajta. Olyan dolgot nem kell kicserélni, ami jó és nem mentőkre. Boldog Ámatyi, szia Dodor, egy Kawasaki ZZR 250-es gépet hajtok, viszont kanyarban birkózni kell vele, hogy le tudjam dönteni, mivel tudnám ezt a nehézséget kiküszöbölni. Háttérinfo, édesapám K1002 RS BMW-jén semmi ilyet nem tapasztalok, szűk, lassú tempójú kanyar nem okoz gondot, de sajátomon küzdenem kell. Hát, ZZR 250 nem kanyarodik? Guminyomás jó, gumi jó. Telóba olaj lett-e cserélve, esetleg akkor azt mondom, hogy 2 mm csüllyesz a első telószáron, enged lejjebb, óvatosan, nem 2 centi, 2 mm. Ennyi a 2 mm, így. Jó, és akkor meglátod, hogy elkezd fordulni a motor. Esetlegesen nincs az, hogy túl puha hátulja, hogy ráülsz, nagyon megül, csopperesedik az első villa, és azért nem akar jól fordulni. Több ilyen oka lehet, azt is most nehéz, ha most ráülnék, akkor lehet, hogy közelebb kerülnénk a megoldáshoz, mondjuk. Viktor Rozinka, szia! Azért írok, mert leszeretném majd cserélni a 600-as Ninjámat egy Suzuki V-Strom 1000-re, viszont a legtöbb használt túramotorban 80-100 000 km van. Túramotor, tudod, rendeltetésszerűen használták. Mennyire lehetnek agyon használtak ezek a V-blokkos sok kilométeres gépek? Tegyük fel, ha minden szerviz időben megkaptak. Hát nem tudom. Megmondom neked, mert azért az 80-100 000 km, most valószínűleg feltételezem, hogy a V-Strom 1000-es tulajdonosok, azok nem egy keréken jártak és mind a vadparaszt a Dakaron, hanem átúrázták 67 000-szer Európát, félig Ázsiát, meg akárhova eljutottak. Nem látok bele egy használt blokkba, és szerelőt se találsz, aki belelát. Nem tudom megmondani. És szerintem körbeértünk. Remélem, mindenki megkapta a megfelelő választ. Akinek nem tudtam válaszolni, az sajnos nem tudok válaszolni, mert a szektás kérdésekre nem tudok válaszolni. Ne küldjetek több kérdést, mert nem tudom folytatni a kérdezfelek sorozatot, mert elkezdődött a szezon, és készítenem kell a motorteszteket, meg egyéb más jellegű tevékenység van, így, hogy elkezdődött a szezon. Mit szoktam elmondani? Matrica a motorsó1.hu-n. Ha a képzésekkel kapcsolatosan van kérdésetek, jönnétek a képzésre, de még fönn áll esetlegesen a karantén helyzet, és még nincsen megvásárolt képzésetek, akkor írjatok rám, és megbeszéljük. Csoki!